Nagypapa. Mondjad, kis unokám. Mit? Amit akartál. Mit akartam? Szerintem tüsszenteni, csak elfelejtetted, hogyan kell. Nagypapa. Igen? Mikor érünk már a játszótérre? Már ott vagyunk. A kólamászóka. Alattad. Már fel is másztam rá. Nem, csak felismert és megpróbált elbújni előled. Nagypapa, bemeltek a homokozóba. Be, csak vigyázz, nehogy elroncsd a homokot. Mint tegnap az oknimat. Igen. Mondj csak, nincs kedved elmenni a játszótér másik végébe és megnézni, hogy ott vagyok-e? Nem vagyok hülye. A játszótérnek nincsen is másik vége. Nagypapa, mi a különbség a pókember és a november között? Az egyik szuperhős, a másik meg hónap. Ma még nem. Na. Csak holnap. Menjél szépen hintázni. El van szakadva a lánca. Akkor pláne. Nagypapa, mi az a vakcina? Védőoltás. És hogy véd meg, ha nem lát? Téged sehogy, mert visszamenekül a fecskendőbe. Fecskendő? A fecske miért hord kendő? Mert fél, hogy fejen kakilja magát. Miután neked már sikerült, úgy igen. Nagypapa, csúszdázhatok? Igen. Nem sikerült. Lentről fölfelé nem is fog. Fel kell mászni, és onnan kell lecsúszni. Értem. Nem hiszem. Nagypapa, játszol velem Peppa malacosat? Jó, én leszek a böllér. Akkor lehetek én a Peppa malac. Ragaszkodom hozzá. Nagypapa, és a Thomas gőzmozdonynak miért van arca? Hogy lássa, mennyit késik. Legközelebb mehetünk Domony völgybe a nagymamához Thomas gőzmozdonnyal. Igen. Júj, de jó, te is örülni fogsz, ha majd jön a Thomas. Igen, pláne, ha a sinem várod. A nagypapa, kérdezhetek még egy mesével kapcsolatos dolgot? Nem, de fogsz. A szem a tűzoltóban melyik a szem? Amelyik a homloka és az orra között van. Miért érdekel ez téged? Mert valószínűleg ő az igazi apukám. Hogy? Mert anya tegnap azt mondta Gabi bácsinak, hogy én az egy szem gyereke vagyok. Gabi bácsi, miért csak akkor jön hozzánk, ha apu nincs otthon? Kevés a hely. Az ágyban, igen. És azt tudtad, hogy ha anyától szívességet akarsz kérni, akkor Gabi bácsit kell megkérni rá, hogy szóljon. Miért? Mert apa akármit mond, anya mindig azt mondja rá, hogy nem. Gabi bácsinak meg folyton azt, hogy igen, igen, igen. Mondjuk előtte mindig be kell csukni az ajtót. Miért csukja be az ajtót, fél, hogy én is kérdezek? Attól mindenki fél. S nagypapa, akarsz látni egy pónit? Nem. Akkor veszel nekem egyet csukott szemmel. Nézd csak, a kisfiú leszállt a nyuszi motorról, nem ülsz rá? Tegnap már ráültem, de nagyon sírt. Nem a kisfiúra, a motorra. Az is. Nagypapa, miért olyan nagy az a brokkoli? Mert az egy fa. Na,
Nagypapa, elviszel a cirkuszba? Most nincsenek otthon anyádék. Nem abba, hanem ami a páros ligetben van. Ez nem páros. Páratlan? Igen, mind az agyad. És a cirkuszban miért van tolseprű a póni fején? Hogy összeszedje a port? Azért hívják porondnak. Jé, megválaszoltam a saját kérdésemet. Kaphatok ajándékba tolseprűt? Igen. És rajta maradhat a póni? Igen, csak most már maradjál csöndben, jó? Jó. Nagypapa, megehetem ezt a túró Rudit? Ez egy katica. Mi az a katica? Rovar. Mint a paterep járója. Ez Robert. Miért olyan nagy a terepjáró? Azért, mert busz akart lenni, csak megállt a fejlődésben. És a busz miért nem iszik vizet, ha csuklik? És ha csak az első ajtón lehet rá felszállni, akkor miért van több ajtaja? Azért, hogy a hátsó ajtók egyikén meg tudjanak szabadulni tőled. De nagypapa, a metró miért nincs első ajtós felszállás? Nem kezdem el magyarázni, mert mire a végére érnék, elfelejtenéd az elejét. Minek az elejét? Na ugye. És nagypapa, a negyedik hullámnak melyik boltban árulják az elejét? Mit hordasz össze már megint? Tegnap a tévében egy doktor bácsi azt mondta, hogy a negyedik hullámnak elejét kell venni. Ez azt jelenti, hogy meg akarják előzni a betegséget. Júj, miért? A betegség gyorsan fut? Miért nem engedik, hogy elfusson? Mert hogyha megelőzik a betegséget, akkor a betegség, ahogy szalad, utoléri őket, és akkor betegek lesznek a bácsik, meg a nénik, meg a róka. Mondd, nem akarsz játszani? Én mindig játszok. Igen, az idegeimmel. Azokkal hogy kell? Nem mondom meg, akkor újabb hülyeségeket fogsz kérdezni. Nem mondod meg, akkor hülyeségeket fogok kérdezni? Mondd meg! Nem mondom. Jó, akkor hülyeségeket kérdezek. A róka meg a póni tudnak róla, hogy az egyik róka, a másik meg póni. Nagymama is tud róla, hogy nagymama, te meg nagypapa. Nagypapa, miért alszol? Elfáradtam tőled. Miért? Nem is kergetőztünk. Pedig lehet, hogy azzal jobban járnánk. Új, nagypapa, kapjál, ha tudsz. Jó, de akkor szaladj el. Ja, tényleg. Akkor szaladok, és utána el is bújok. Végre egy épkézláb ötlet. Jó, akkor épkézláb megyek. Na, ki bújt, aki nem póni.